Szeretettel köszöntöm Koburger Soma Sensei, a KSI Karate szakosztály egyik vezetőjét. Első kérdésem az lenne, hogy hol folynak napi szinten az edzések? Jelenleg Zuglóban több helyszínen tartunk edzést, több iskolában, illetve az 5. meg a 6. kerületben is vannak klubjaink, ahol szintén minden héten több alkalommal vannak edzések. Konkrétan? Melyik iskolákban? Konkrétan a 6. kerületben a Derkős Gyula Általános Iskolában, az 5. kerületben a Varnári Általános Iskola, az ott van az Erzsébet hídnál. Zuglóban itt a Hunyadi János Általános Iskolában, illetve még vagyunk a Liszt Ferenc Általános Iskolában, az ott a Stefánia úton van és a Radnótiban. Mit ad a sportág, miért érdemes a karatét választani? Nagyon sokban segít a gyerekeknek, például a koncentráció fejlesztésében, koordináció, sokkal türelmesebbek lesznek, sokkal könnyebben tanulnak, és az is bizonyítja, hogy az iskolában a tanároktól is rengeteg visszajelzést kapunk, pozitív visszajelzést, hogy azok a gyerekek, akik karatéznak nálunk, sokkal jobban tudnak teljesíteni az órákkal, jobban figyelnek, javul a magatartásuk is, illetve ennek köszönhetően szerencsére egyre többször találkozunk olyannak, hogy a tanárok küldik le a gyerekeket hozzánk edzésre, karatéznak próbálják ki. Milyen kortól van versenyzési lehetőség, és milyen versenyszámokban? Hát a legkisebbek, akik kiszokták próbálni már a versenyezést, ők a 4-6 évesek. Ők még másfajta küzdelmet, meg másfajta formagyakorlatot csinálnak, mint a nagyobbak. Mert náluk a célunk az, hogy kipróbálják, megszeressék, egy pozitív élménnyel menjenek haza a versenyről, úgyhogy náluk a küzdelem az úgy szokott kinézni, hogy kapnak két ilyen pamut mellényt, illetve a kezükbe egy-egy szivacskockát, ami van tépőzve, és akkor karate technikával kell rátenni a másikra, miközben ugye próbálják elkerülni a párjuknak a támadásait. Hány fővel dolgozik a szakosztály? Jelenleg közel nagyjából 200 tagja van az egyesületünknek, ebből kb. 30-40 fő az, aki aktívan versenyzik. Egy részük ők a karate szeretetért csinálják a tradicionális részét, egy másik része pedig, másik résznek vannak versenyzői ambíciói, de még kell egy kicsit gyakorolni, meg tanulni hozzá, hogy elinduljanak ezen az úton. És egy kis gazdasági kérdés, mennyi a tagdíj és milyen a viszonyítás más egyesületekhez képest? A tagdíj az változó függően attól, hogy melyik iskolában vagyunk, mert mivel nincsen saját termünk, ezért az iskolák tornatermét béreljük, aminek mindenhol más a költsége. Ezért attól függ, hogy melyik iskolában kezd el karatézni a gyerek. Más sportágokhoz viszonyítva pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a karate szerencsére a pénztárca barátabb sportágok között van, mert nekünk elég egy karateruha, meg némi védőfelszerelés, és semmi egyéb nem kell hozzá, úgyhogy viszonylag olcsón meg lehet úszni ezt a dolgot. Amennyiben valaki már komolyabb szinten nemzetközi versenyeken is elindul, ott egy kicsivel drágább, mert azok a védőfelszerelések, amik kellenek oda, azok olyanok, amiket a világszövetségünk jóvá hagyott, és ennek azért egy némileg magasabb az összege. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Köszönöm.